A fő utcán maradt, de a Sétáló utcából a Városháza mellé költözött a Kalocsa és térsége non-profit Kft. Székhelye. A cég február 1-től már itt működik tovább kapitány Aliz vezetése mellett. Az új ügyvezető kalocsai származású, Győrből költözött haza, hogy itt dolgozzon az idegenforgalom területén. Az általános iskola végéig itt is éltem Kalocsán, aztán utána elkerültem egy Tolna megyei gimnáziumba jártam, egy németajkú kisközségben, Gyönkön, és később a főiskola ideje alatt a nyári szabadságomat úgymond azt töltöttem itt Kalocsán, és akkor csatlakoztam be a kalocsai idegenforgalomba. Tehát így módon már 92 óta körülbelül nagyjából figyelemmel tudtam kísérni, hogy mi zajlik itt turisztikai fronton Kalocsán. Aztán ugye több munkahely után végül is Győrben kötöttem ki, több mint 10 évig éltem Győrben. Legutóbbi, tehát szállodákban is dolgoztam, a legutóbbi munkahelyen viszont a Győri Széchenyi István Egyetemnek a jogi kara volt, ahol képzésszervezőként dolgoztam, a közszolgálati képzéseket szerveztük a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a megbízásából. A non-profit Kft. Továbbra is az eddigi feladatait látja el. Elsődlegesen az idegenforgalmi, illetve az idegenforgalomban érdekelt cégek, intézmények, önkormányzatok, tehát Kalocsa, Hajós és Szelid, illetve Dunapataj szempontjából nézve, az érdekképviselet, tehát a szakmai érdekképviselet az elsődleges feladatunk. Ezt mi abban látjuk, hogy segítségére vagyunk az itt tevékenykedő egyesületeknek, cégeknek, más civil szervezeteknek, amennyiben igénylik, pályázatírásban, vagy akár a termékeik piacra vitelében az idegenforgalmi szektorban. Illetve szeretnénk együttműködni a továbbiakban is a különböző intézményekkel, például színházjegy értékesítéssel is foglalkozunk, illetve koncertjegyeket értékesítünk, amit itt a Kalocsai Közművelődési Intézmény szervez, és szeretnénk a továbbiakban aktívan részt venni, de nem önálló szervezőként, hanem társszervezőként, tehát együttműködve másokkal a városi és a térségi idegenforgalmi jelentőségű rendezvények szervezésében. Az iroda a főutcán többek között információs központként is funkcionál a turisztikai szektor résztvevői számára, így mindenkit várnak, aki szeretné magát megmutatni a turizmusban, vagy olyan ötleteik vannak, amellyel Kalocsa még vonzóbbá tehető az érdeklődők számára.